nagyon kevés az időt, ugye jön egy együttes két számban. 10-11-12. Jó az irány! Van jó zene, meg rossz zene, és ezen kívül van jól eljátszott zene, meg rosszul eljátszott zene. És igazából azt gondolom, hogy olyan nagyon komoly műfaji határok nincsenek. Télutálon, de furcsa. A pálink. Az a vége, de aha. Itt mi van? Csókolj meg, és pálinkát a porrak, bazdmeg, mondd, ne sajnáld. De ez ugye, nem. Hideg volt, de meleg. Hideg volt, de meleg lesz. Magam részéről meg. Most már megvan. Ugye egy szimfonikus zenekar 60 érzésből áll össze. Ahány muzsikus, annyi érzés. És azt nagyon jól kell közvetíteni. És az Andris is nagyon jól csinálta, vezényelt ő is, úgyhogy ma két karmesterünk is volt. Egy, két, áll. És kettőbe vagyunk. Akkor csak zenekarban. Azt kéne egy kicsit előbbre vinni őket, még a lassításon belül is. Lehet, hogy majd, ha lesz klarinétosra szükségetek, nagyon szívesen ajánlom a tetőt. Ott a fúvósok a fangot, hogy valaki befúj egy D-t. Igen, az nincs, átul szeptűn marad. Ennek a dalnak alapvetően azért az a nehézsége, hogy bár ugye viszonylag egyszerű dalocska, hogyha az ember egy szál gitárnál játszana, de ugye van benne 5 hangnemváltás, van benne rengeteg ritmusváltás, tehát itt éppen nem lehet a szokásos képlet alapján, hogy az ember fog egy takjelet, ugye, vagy a komoly zenészeknél általában villog egy lámpa, és akkor arra följátszák, és akkor vannak mi a dinamikák, de itt gyakorlatilag hangnemváltás. Tempóváltások sorozata, dinamikai váltások, közben hangszerszóló. Tehát tulajdonképpen egy egész komoly, nagyívű darabot rittyentettünk belőle. Mi is valahogy a hangokkal dolgozunk, de valahogy más hangokkal dolgozunk, nem tudom, szóval az az érzésem, hogy itt vannak igazán a hangok. Ez így jó, ahogy van! Köszönjük! Jó étvágyat!